A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program célkitűzéseinek megfelelően a Nyíregyházi Törvényszék kiemelten foglalkozik azzal, hogy a gyermekek jogai az őket érintő eljárásokban megfelelően érvényesüljenek. A múlt héten egy szakmai napot is szerveztek a téma köré. Az ENSZ 1994-ben május 15-ét a Család Nemzetközi Napjává nyilvánította. A családjogot, valamint a gyermekek jogainak érvényesülését a bírósági szervezet is kiemelten kezeli. A gyermekközpontú igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, Elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenek felett álló érdekeit. Olvasható a bíróság.hu oldalon. Az OBH segítséget nyújt a gyermekek jogainak érvényesítéséhez, a bírósággal kapcsolatos kérdéseiket megválaszolja, illetve tanácsot hogy mi a teendő, ha a gyermek bármilyen minőségében, akár terheltként, a bűncselekmény sértetjeként, tanúként vagy érdekeltként kapcsolatba kerül a bírósággal. A program célja, hogy mindazok a bírák, akik az eljárásuk során gyermekekkel kerülnek kapcsolatba, a megfelelő bánásmóddal, érzékenységgel kezeljék őket, legyen szó családjogi vagy akár büntetőperről. A 35 perc stúdiójában vendégem a téma kapcsán, Sterné dr. Deák Andrea, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvívője. Köszöntöm. Is. Hát nem a legkönnyebb téma, de mindenképpen beszélni kell róla, mert ráadásul átszövi a mindennapokat, az önökét pedig nyilván. Mit jelent az, hogy gyermekbarát igazságszolgáltatás? És ö, mennyire új kifejezés ez, vagy egy mindig létező kifejezésről beszélünk? A program az 2012-ben indult, és nem gyermekbarát igazságszolgáltatás néven, bár hozzám is közelebb áll ez a fajta megnevezés, gyermekközpontú igazságszolgáltatás lett a neve. Pusztán azért, mert a bíróság, ugye egy független szerv, nem lehet barátja gyermeknek, akkor, ha éppen bűncselek, mint követel, és vádlottként jön a bíróságra. De önmagában a gyermekbarát kifejezés is már arra utal, hogy a gyermekek érdeke mindenek felett, és ezt az érdeket a legmegfelelőképpen kell érvényesíteni akkor, ha a gyermek már oda jutott sajnos, hogy bűncselekményt követett el, és a bíróság előtt vádlottként áll, vagy akkor is, ha a gyermeknek azért kell jönnie a bíróságra, mert a szüleik veszekednek rajta, és neki kell elmondani azt, hogy anyával vagy apával szeretnék élni. Ugye többféle okból oda kerülhet a, a, bíróság elé egy gyermek. Ilyen szempontból is kérdezem, hogy meddig gyermek egy gyermek? A gyermekjogi egyezmény 18. életévet még be nem töltött személyeket gyermeknek nevez. Nyilvánvalóan a magyar jog ehhez egy kicsit sajátosan közelít. A büntető törvénykönyv 14 év alatti gyermekeket tekinti gyermeknek, a 14 és 18 év közöttiek pedig a fiatalkorúak. De valójában legyen az a gyermek 16 éves, azt gondolom, hogy megszeppen gyermeki lélekkel áll a bíróság előtt, mert nem tudja, hogy mi vár rá. Ugye a mottunk az, hogy attól félsz, amit nem ismersz ez az, amit mindenképpen meg akarunk oldani, és éppen ezért a bíróság, az országos bírósági hivatal vezetésével a törvényszékünk is minden megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek felvilágosultak legyenek a saját jogaikat illetően. Van egy nagyon fontos programunk, ez a Nyitott Bíróság program. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy iskola, egy osztály érdeklődik hogy mi zajlik a bíróságon, akkor felkészült bíró kollégák mennek el az iskolákba, és tartanak osztályfőnöki urát, és azt kell mondjam, az a tapasztalat, hogy amikor a, a bíró ö, életszerűen mondja el nekik, hogy egy füveszigit elszívni, az nem egy jó buli, hanem az már bűncselekmény, akkor még a 17 éves szakközépiskolás gyermek is megszeppenve ül, mert nagyon sokszor a gyermekek nincsenek tisztában annak a következményeivel, amit elkövetnek. Erre mióta van lehetőség, hogy az oktatási intézmények, nevelő intézmények igénybe vegyék ezt a fajta szolgáltatást, mert azt gondolom, hogy ezt nevezhetjük annak. Igen. Hát 2012 óta folyamatosan van lehetőség erre, és egyre inkább köztudomásúvá vált, és én is azért hoztam fel ezt a programot ebben a műsorban, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy felvilágosítsuk a gyerekeket. Ezen túlmenően pedig ugye az internet világában, amikor a gyermek kezében ott van az okos telefon, csak egy kattintás. Én itt ajánlom a gyerekek figyelmébe, vagy a szülők, nagyszülők figyelmébe, akik nézik ezt a műsort és tolmácsolják a gyerekeknek, ha valami van, ami érdekli őket, akár legyen egy diákcsény, akár családjogi jellegű kérdések, a bíróság.hu oldalán van egy fül, annak is ez a neve, hogy gyermekközpontú igazságszolgáltatás. Rengeteg kérdésre választ kapnak a gyermekek, a diák munkától, a bírósági megjelenéssel kapcsolatos kapcsolatban nagyon sok mindenre kapnak itt választ. Ugye nem csak olyan korú gyermekek járulnak a, a bírák elé, akik rendelkeznek okostelefonnal, hanem sokkal kisebbek is. Mit tud a bíróság tenni annak érdekében, hogy a gyermekeik, gyermekek érdekében járjanak el? Hogyan tudják megóvni a gyermekek érdekeit, ha már oda került a gyermek a bíróságra? A bíróságon van egy szoba. Ennek a szobának az a neve, hogy gyermek meghallgató szoba. A szoba, ha berendezését tekintjük, majdnem olyan, mint egy gyermekszoba. A gyermeket itt hallgatjuk meg, én magam is hallgattam meg itt 13 éves gyermeket, és arról kérdeztem, hogy anyánál vagy apánál szeretnél lenni. Saját tapasztalatomat tudom elmondani, hogy talár nélkül mentem be utcai ruhában, kényelmes fotelben ültünk egymással szemben, nem a rideg tárgyalóteremben, és ez a közeg a gyermeknek egy fizikai és egy lelki biztonságot is adott. Sokkal inkább meg tudott nyílni, sokkal inkább el tudta mondani őszinte érzéseit. Persze azért azt mindenképpen hozzá kell tennem, hogy a gyermekeket, amikor az őket érintő kérdésben hallgatjuk meg, hogy anyánál vagy apánál szeretnél lenni, általában pszichológus szakértő hallgatja meg, de a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a bíróság győződjön meg arról, hogy mit szeretne a gyermek. És itt ebben az esetben egy nagyon okos kislányról volt szó, aki 13 évesen tanulmány eredményei kitűnő tanuló volt, tehát már a peradatok alapján is látszott, hogy az ítélő képességében nem lesz kivetni való, és ezért és kérte ő maga is, hogy hallgassa meg a bíróság, és szeretné elmondani, hogy ő, ő hová szeretne kerülni. Mit tudnak tenni a szakemberek, akikkel önök együtt dolgoznak, hogy ne legyen félelem a gyermekekben? Nagyon sokat. A gyermekkel kommunikálni az egy, az egy, teljesen önálló foglalkozás, én ezt kell, hogy mondjam, meg kell tanuljuk a gyermekeknek a nyelvét. És ö, pénteken volt ö, szeptember 21-én a törvényszéken egy szakmai nap, ahol ö, Marosi Zita és dr. Gavalli Andrea pszichológus asszonyok voltak a meghívott vendégek, és ők maguk adtak át nekünk olyan szakmai tapasztalatot, ami segítséget nyújt nekünk is abban, hogyha gyermeket hallgatunk meg, akkor milyen irányultságúak legyenek a kérdések. Minden esetben sikerrel járnak a gyerekeket tekintve, tehát mindenkit meg tudnak hallgatni előbb-utóbb? A ha most például maradunk, ami sajnos nagyon gyakori a vállópereknél és amikor a gyermeket eszköznek tekintik a szülők a vállóperük során, mindig meg kell hallgatni a gyermeket. És azt gondolom, hogy ez baj, mert a gyermeknek ez hatalmas nagy trauma. Nagyon nagy traumát okoz neki, hogy meg kell élnie a szüleik rajta vitatkoznak, és a szülők, akik pici korától nevelik, ők maguk nem tudják, hogy mi a jó a gyermeknek, és ebben a kérdésben dönt majd a bíróság a beszerzett szakértői vélemény alapján. Amikor lezajlik egy per, és már nem kell a bíróságra mennie a gyerekeknek, most legyenek bárhány évesek és gyerekek. Van-e arra kidolgozott séma, valamilyen fajta utánkövetés, utókövetés, hogy ez hogy zajlódjon be le a gyerekekben, ami igazából megtörtént. Tehát nekik meg kellett nyilatkozniuk. Hát erre nézve nyilatko pontos adatot nem tudok mondani. Polgári peres eljárásokban a, az, hogy egy gyermek hogyan dolgozta fel a vállásnak a traumáját, erre nézve ö, statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre. Egy adat viszont rendelkezésünkre áll, amit a szakértők hangsúlyoztak, hogy... Ö, a gyerekekben ez mindig nyomot hagy. Ezért lenne célszerű az, ha szülők, akik pici koruktól nevelik a gyermekeket, arra törekednének, hogy vita nélkül hozzanak döntést a gyermekük sorsát érintően, akár úgy, hogy elmennek egy közvetítőhöz, mielőtt belebonyolódnának a hosszú jogi vitába. Az ügyben mit tudnak tenni, mi a tapasztalat, hogy aki bűnelkövetőként kerül bíróságra, és még gyermeknek mondható, hogy ne kerüljön ugyanolyanoknál fogva újra oda. A, ezeknél a gyerekeknél van egyfajta utánkövetés, ugye ez a pártfogó felügyelet nyomon követi, hogy a sorsuk hogyan alakul, figyelemmel kíséri őket. Köszönöm szépen, és én sikeres munkát kívánok önöknek itt a, a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás elvégzésében. Köszönöm szépen!